Szép estét kívánok mindenkinek! Szeretettel köszöntöm Önöket! Katona Melinda vagyok, a Borealis Consulting Kft. Ügyvezetője, és Kézdivásárhelyi székelylány vagyok, még legalábbis ott születtem, és életem első 23 évét ott töltöttem, és engem ért az a megtiszteltetés, hogy a ma estét levezényeljem. A ma estén gondolkoztam, hogy mivel is indítsam el, és egy Margaret Mead idézet jutott eszembe. Sohasem kételkedj abban, hogy egy mély gondolatokkal rendelkező csoport képes a világ megváltoztatására, hiszen ez az egyetlen módja annak, hogy a világot megváltoztassuk. Nem tudom, hogy Simó Klára, a Transzilvánum alapítója, ismerte ezt az idézetet, avagy sem, amikor életre hívta, inspirációt adott és feltöltötte tartalommal, és maga köré gyűjtött egy csoportot, hogy elindítson valami nagyszerűt, aminek a neve Transzilvánum. Klári az, aki ennek a mozgatórugója, köszönettel tartozunk neki, hogy ma itt lehetünk, hiszen ha ő nincs, akkor nem biztos, hogy ez az egész kezdeményezés létrejön. Engedjék meg, amielőtt a további est programjáról beszélnék, hogy szeretettel köszöntsem Klárit, és elmondja azt, hogy hogyan jött létre a Transzilvánum. Köszönöm szépen, szeretettel üdvözlök mindenkit. Hát amióta Magyarországra jöttem, szívügyemmé vált, hogy nekünk, erdélyeknek egy közös találkozási pontot hozzak létre. És a Transzilvánum jelentette az álmom megvalósulását. Hát hatalmas öröm számomra, hogy ma már a harmadik eseményünket tartjuk, és a visszajelzések alapján nagy az igény a találkozásra, egymás megismerésére. Bízom benne, hogy a következőkben is hasonlóan kellemes és értékes közös élményekben lesz részünk, és az itt kialakuló ismerettségek által segíteni tudjuk majd egymást. Nagyon szép estét kívánok mindannyiunknak. Köszönöm. Szeretettel köszöntelek benneteket. Mi a szünetben megbeszéltük, hogy a ma este a tegeződésé lesz, és akkor közösen a tegező módon fogunk társalogni. Az első kérdésem az lenne hozzátok, hogy mi az, ami elindított benneteket az életpályátokon, amikor elindultatok és elhatároztatok, hogy valami léleztek ezen a világon? Okay. Hadd segítsek. Vagy én nem tudom bekapcsolni. Meg kis technikai segítség, ha vannak számok oldalt, akkor működik. Szuper. Akkor megoldottuk. Csapatmunkába. Köszönöm. Gondolom már ebből is kiderült, hogy már a matek érettségén is bukdácsolva jutottam, ha már az életpálya indításnál tartunk. Azt hiszem, hogy engem leginkább a határozatlanságom indított el az életpályámon, tehát azóta is próbálom kitalálni, hogy mit szeretnék csinálni, ezért elég sok mindenbe belekezdek, és több-kevesebb sikerrel csinálok különféle dolgokat az életben. Mi indított el? Hát én azt gondolom, hogy a családom nyilván, mint mindenki más is. Köszönöm szépen, de ez már egy nagyon jó válasz, hát látjuk. És jól révbe értél. Péter? Engem meg pont a matematika indított el. Édesanyám matematika tanárnő, és hát tudjátok, Romániában a reáltantárgyak mentek, tehát ott még a az én gyerekkoromban ott csak matek fizikával lehetett érvényesülni, és ugye egy fiú előtt az is ott állt, hogyha nem jutsz be egyetemre, akkor el lehet menni 18 hónapra katonának. De hát anyu nekem a matematikát azt nagyon nyomta, ugye én nagyon szerettem is, és volt pionírház, és a pionírházban Nagy Károlyba hoztak egy számítógépet, ez az Zeiss Spectrum számítógépnek volt a full koppintása, úgy ahogy van a románok lekoppintották, csak ilyen aktatáska méretű volt. De volt egy, legalább volt egy lelkes fizikatanárnő, aki ott elkezdte a pionírházba ezt tanítani. Én oda bementem első alkalommal, és ilyen szerelem volt első látásra. Úgyhogy nem is volt kérdés, hogy én számítástechnikával akarok foglalkozni. Aztán kikerültünk ide Magyarországra 89-be, és akkor nem is volt kérdés az sem, hogy az ELTE-re megyek, programozó matematikus leszek, és aztán a programozásba is kell, mint az orvosok, szakosodni. Nekem az informatikai biztonság tetszett, mint egy ilyen speciális funky terület, ahol úgy ki kell okoskodni, hogy hogyan lehet eljutni A-ból B-be. Ugye ez is benne volt így az erdélyi mentalitásban. Úgyhogy gyakorlatilag egyenes út vezetett az informatikai biztonsághoz.
Gratulálok, én csak ez egy személyes élményt tudnák hozzáfűzni, amikor mondtad, hogy első körű szerelem, az én életem párjával, aki most 25 éve egyet élek, ő is informatikus, és nálam egy adott pillanatban felismerült, hogy ki a nagyobb szerelme, ő vagy én. Bármint a számítógépésről, úgyhogy ismerem az érzést, de a másik oldalról nézve. Mit tartotok az életekben a legnagyobb eredménynek? Tehát amit azt mondjátok, hogy igen, arra igazán büszke vagyok, tehát ez valami nagyon fontos dolog történt velem. Én azt gondolom, hogy én nem szeretném eredményekben mérni az életemet. Ez lehet, hogy nem egy nagyon sikerorientált hozzáállás. Én azt nem tudom, tehát így valahogy azt érzem, hogy inkább az élet milyensége, vagy az élet élhetősége fontosabb nekem, és nem az eredmények. Tehát hogyha mérföldköveket kellene húzni eredményekben, akkor biztos, hogy a gyerekeimet mondanám. És 10 év múlva még inkább szeretném a gyerekeimet mondani példának, tehát hogy kihúzhassam magam, és azt mondjam, hogy ilyenek lettek, ha már feltétlenül eredményeket kell mondani, de azt gondolom, hogy nekem annyira nem az eredmények a fontosabb, tehát én most nem mondhatnám azt, hogy renováltam egy nagyon régi épületet, és megmentettem az enyészettől, vagy írtam egy könyvet, amit nagyon sokan olvastak, ezek mind nagyon szép dolgok, és nagyon hálás vagyok, hogy ez megadatott nekem, és ezeknek mind nagyon örülök, de ha fontos dolgokat kell mondani, akkor én annak sokkal jobban örülök, hogy még mindig kíváncsi vagyok, rá tudok csodálkozni dolgokra, hogyha nagyszerű emberekkel találkozom. Tehát nekem valahogy ez amilyen né alakul körülöttem az élet, és hogyha ebben nekem is részem van, akkor azt gondolom, hogy nekem ez fontosabb, mint az eredmények. És akkor ez jelenti számodra az érhető életet? Igen. Hát én ilyen nagyon egyszerű gyerek vagyok, ez a 0-1-ből adódik, és én 30 éves koromig azt gondoltam, hogy az első sportot csinult a legnagyobb eredményem. De azért most már így 40 évesen azt gondolom, hogy a kislányunk van, egy 4 éves kislányunk a feleségemmel, és hát ez egy mindennapi csoda szonja, tehát az annál szebb dolgot elképzelni, nem tudok, illetve még egyet, még kettőt. Úgyhogy azt gondolom, hogy az a legnagyobb közös eredményünk. Fantasztikus. Most már egy kis félbe kérdezem meg, hogy ha nem ennyire az eredményt, hogy vannak-e olyan tanulási pontok mondjuk az életetekben, ami úgy gondolod, hogy hú, ezen érdemes lenne eltöprengeni, mi az, amit esetleg másképp csinálnék, mi az, ami esetleg nem feltétlenül másképp csinálnak, de mondjuk tovább lendítette az életemet, tehát úgy markánsan megmaradt. Nekem mindenképpen, és ezek valahogy mindenhogy Erdélyhez kötődnek, tehát azt gondolom, hogy az egyik, és ezek nagy törések is az életemben, nem feltétlenül negatív értelemben, mondjuk nagy változások, inkább ezt mondanám, az első, amikor 11 évesen eljöttem Kolozsvárról, és akkor én ezt én nagyon flottul vettem, tehát egyáltalán nem rázott meg, egyáltalán nem volt honvágyam, nem voltak beilleszkedési problémáim, 2 hét múlva nyertem egy szavalóversenyt, szuper volt, de aztán így évekkel később azt gondolom, hogy így felnőtt fejjel, nyilván ez valahogy lecsapódott, és úgy helyre tudtam rakni, hogy akkor mi dolgok történhettek velem. És aztán a következő ilyen változás az volt, amikor visszaköltöztem Erdélybe. Tehát nekem volt egy elég televíziós újságíró voltam, meg kommunikációs tanácsadó Molnár, tehát egy elég gyors tempójú életet éltem, és utána ezt így szögre akasztottam, és leköltöztem egy kis faluba Erdélybe, a Kárpátok aljára, és ott valami egészen más csináltam éveken keresztül. Ez egy nagyon nagy fordulópont volt az életemben. Nagyon-nagyon örülök neki, hogy megtörtént, mert nagyon szép dolgokkal gazdagodtam, és egyébként mindig azt kérdezték tőlem, hogy te nem unatkozol, és nekem ilyen izgalmas életem soha nem volt, és nem is lett volna egyébként. Tehát oda jött a világ, nekem nem kellett sehova mennem. Nagyon szerencsés vagyok emiatt. És aztán a következő fordulópont az meg az volt, amikor visszajöttem Budapestre Erdélyből, és elkezdtem itt írni a könyveimet, és megint valami másra hangoltam rá az életemet. Úgyhogy valahogy mindig Erdély benne van ezekben a fordulópontokban. De hogy másként csinálni, nem gondolom, hogy bármit másként csinálni. És megkérdeztetem, hogy mi váltotta ki ezeket a változásokat, hiszen elmenni is, visszajönni is az elég jelentős változás. Hát én egy ilyen nagyon nem 0-1-es, én egy ilyen elég érzelmi motivált ember vagyok, hogy leginkább az általában elsőprő érzelmei tették ezt velem ezeket a költözéseket ide-oda. Vagy lehet, hogy csak ilyen nyugtalan turista vagyok, nem tudom. De valahogy mindig ilyen természetes volt, hogy most ez következik az életemben. Egyébként a budapesti visszaköltözés az egy ilyen tervezett dolog volt, mert tudtam, hogy a nagyobbik lányom már itt fog iskolába járni, tehát ez nagyjából racionális döntés volt, hogy
hogy az egyébként kétnyelvű gyerekem német iskolába járjon, és az ott kicsit nehezen lett volna kivitelezhető, úgyhogy. Nekem van erre egy ilyen Szlovénia, Erdély, Budapest motivumom. Rövid leszek. Egyszer elmentem Szlovéniába, már szélszként dolgoztam egy cégnél, és elvittek egy tréninghez, ami arról szólt, hogy mozduljunk ki a komfortzónánkból. És azt csinálták, legegyszerűbb, hogy a fizikai komfortzónából kimozdulni, azt csinálták, hogy azt mondták, hogy itt van ez a 8 méteres tűzparázs, végig kell menni rajta. Én ugye 0-1-esként mondtam, hogy ez 800 fokos, és én ezen biztos, hogy végig nem megyek, de ha valaki előttem végig megy, akit ismerek, és tudom, hogy nem ilyen Houdini, akkor én is megyek utána. És ez arra tanított meg, hogy tényleg jó pofa dolog a kimozdulni a komfortzónából, és meg lehet olyan dolgokat csinálni, amire nem is gondolunk. És aztán szüleimmel beszélgettem erről, és akkor most vissza a Erdély. Én Nagykárolyban laktunk, 6 kilométerre van a határtól, mindenkinek volt permisze. Ugye azzal ki lehetett szökni, jönni. Tehát aki akart, az kijöhetett. Az embereknek azért a nagy része nem mert kimozdulni a komfortzónájából. Mert sokszor beszélgettünk osztálytársaimmal, édesanyám barátaival, hogy miért nem jönnek. Nem mertek elmozdulni az emberek a komfortzónájából, éltek abban, ami van, ez a My Reunus Nufie, legyünk abban. És én ebből a Szlovéniából megtanultam, hogy meg kell tanulni néha kimozdulni a komfortzónából, mert lesznek olyan pillanatok az életben, amikor vagy akarjuk, vagy nem, de ki kell mozdulni. És akkor eljött 2007, én akkor már a cégnek a vezérigazgatója voltam, Porsche-val jártam, és akkor bevittek a Szent Imre kórházba, és mondták, hogy most maradjak itt, mert egy nyílt szívműtétem lesz, amit végre kell hajtsanak. Én voltam az egyetlen, aki Porsche-val vonult be. És akkor éreztem, hogy én most úgy kimozdultam a komfortzónából. Én azt hittem addig, hogy olyan nagyon rendben vagyok. És akkor eszembe jutott a Szlovénia, eszembe jutott az Erdély, és én 3 napig szugeráltam magam, nagyon be voltam posó. És 3 nap után ez eltűnt. És rájöttem arra, hogy tényleg sok minden a fejbe dől el. Nem minden, de sok minden a fejbe dől el. És néha ki kell mozduljunk a komfortzónából, és ezt meg kell tapasztalni a komfortzónából való kimozdulást, mert lesznek a szívások még az életben, mert remélhetőleg élünk jó sokáig, és máskor is elő fog ilyen fordulni, és akkor ebből lehet erőt meríteni. És talán mi Erdélyben ezt egy picit jobban megtanultuk, mert ott ki kellett mozdulni, ott, amikor anyukám tanárként be kellett álljon a kenyérért, és veszekednie, meg még volt, hogy verekedni kellett, az nem a komfortzóna volt. És ott talán mi ezt megtanultuk, és én nekem ez egy visszatérő motivum az életemben, és tudom azt, hogy lesz ilyen, lesz máskor is, de meg fogjuk csinálni. Hát csak egyetérteni tudok veled, mert mondjuk ez tényleg nem egy 0-1-es gondolkodás a komfortzónából való, az egy bináris történet, de ha jól látom, akkor te a rugalmassági leckét azt nagyon jól vetted. Ez volt az egyetlen nagy kimozdulásod a komfortzónádból, vagy volt más kellemesebb is, tehát kevésbé ennyire fájó, mint a címűtéted? Nyilván, amikor egy jaktra kéne kimozdulni, azt jobban elviselem, az se komfortzónám, de voltak más kimozdulás. Az üzleti életben is van, azért kapunk pofonokat, csak több simogatást kapunk, mint pofon, de van, meg nyilván a magánéletben is van ilyen, de ezt úgy fogom fel, hogy az élet része, ez it's included. Jó hozzáállás, tartsd meg. Mit tartotok az életben a legnagyobb értéknek, vagy a legnagyobb értékeknek? Tehát ami úgy vezérként, vezérvonalként viszi az életeteket előre. Én azt gondolom, hogy nagyjából az első kérdésnél egy kicsit ezt így érintettem, vagy próbáltam erről beszélni. Lehet, hogy azért, mert vagy lehet, hogy az nem tudom engem, vagy miért, hogy mindig az emberek érdekelnek körülöttem. És lehet, hogy ezért is lettem író, mert hogy ez egy nagyon jó mentség arra, hogy megfigyelem az embereket, aztán mindenkit beleírok az összes könyvembe, úgyhogy csak óvatosan kivint mondást. Mert aztán visszaköszönnek. Azt gondolom, hogy nekem talán a legfontosabb az, hogy mikor milyen emberek vannak körülöttem, a családom, a barátaim. Igen, azt gondolom, hogy nekem tényleg ez a legértékesebb, vagy hogyha lehet kívánni, akkor ebből kívánnék magamnak leginkább jót, és azokból a helyekből, ahol mondjuk éltem és már nem élek, vagy onnan is nekem általában az emberek szoktak hiányozni. Tehát valahogy az összes többit én egy kicsit ilyen díszletként élem meg, mert talán pont azért, mert annyi
fele mászkáltam, annyi sokféle helyzetben voltam már. A Ceausescu alatt voltam gyerek, láttam ezt a végletét a világnak, láttam egy egész, vagy több egész másféle végletét is a világnak, és ezek nagyon változékonyak, vagy ez az én élettapasztalatom, hogy ezek nagyon változékonyak, és nem feltétlenül adnak hozzá az ember életéhez, az ad hozzá az ember életéhez, milyen emberek veszik körül, és hogy azokkal az emberekkel milyen a kapcsolata, úgyhogy azt gondolom, hogy nekem talán ez a legfontosabb. Én ebből is olyan egyszerű vagyok. Nekem, vagy akár mondhatom azt, hogy a feleségem együtt, fontos, hogy gyerekünk meg legyen keresztelve, fontos az, hogy a családot legyen körülöttünk, az az erő, amit ők adnak. Nagyon fontosak a barátaink, ehhez teszünk is, rengeteget kapunk ettől. Fontos, hogy jó ételeket tegyünk. Ilyen keresztény, meg nem vagyunk nagy templomba járók, de azért ezekhez az értékekhez közelítünk, meg konzervatívak. Tehát nekem a Tanzdal Fesztiválon férfi az férfi, legyen nő. Ez egy jó végszó erre a kérdésre. Mit jelentett számotokra Erdélynek lenni az életpályátok során? Ez előnyt, hátrányt jelentett, vagy egyáltalán nem volt egy befolyásoló tényező? Az első nagyon megrázó élményem azzal kapcsolatban, hogy én Erdély vagyok, amikor már Budapesten voltam egyetemista, és jogot tanultam, de voltak milyen mindenféle töltelék szemináriumok, amit az ember felvett, és az egyik, azt hiszem, hogy kozmológia szemináriumra mentem be vizsgázni, én fogalmam se volt róla, hogy miről szól. És kiúztam a tételemet, és tudtam, hogy végem van. A tanár elvette az indexemet, kinyitott, és elkezdett sírni. És akkor egy kicsit megijedtem, hogy mi van, és mondtam, maga Kolozsvári, hát ez annyira gyönyörű, és mondtam, hogy jó. És ötös. Tehát ez egy pozitív élmény volt ezzel kapcsolatban, hogy Erdély vagyok. Engem soha nem, mindig ilyen probléma volt, akik ilyen, hogy erről így lehetett hallani, hogy akik kijöttek Erdélyből, hogy 80-as évek végén, 90-esen csúfolták, lerománozták. Velem ez soha nem fordult elő, tehát nem tudom, hogy miért, engem így nem találtak meg ezek, tehát nem volt ez soha ilyen kiközösítő. Úgyhogy én olyan nagyon ezzel nem foglalkoztam, én tudtam, hogy erdélyi vagyok, pont, más meg, mit tudom én, pécsi, hát ez most ilyen. És nem nagyon foglalkoztam vele, egészen addig, amíg ugye visszaköltöztem Erdélybe, ahol már egy kicsit azért pesti voltam, tehát azért Székelyföldön nem voltam én olyan nagyon erdélyi, ott én voltam a Pestről jött kislány, aki azért ne nagyon okoskodjon, hanem muszáj, meg így nő is, maradjon csöndben. És akkor, amikor megírtam az első könyvemet, és ez megjelent, és ilyen egészen váratlanul sikeres lett, akkor hirtelen én lettem az erdélyi, akit így akármilyen erdélyi témáról szó volt, így előrángattak mindenféle újságból, és akkor gyakorlatilag ez a milyen érzés erdélyi írónőnek lenni? Hát mondom, egyiket sem nagyon választottam, talán az írót még leginkább, de a másik kettőről tényleg nem tehetek, tehát így ez van. Úgyhogy ez egy kicsit így azt éreztem, hogy rám nyomja a bélyegét, meg akkor az embertől ilyen panelválaszokat várnak mindenre, hogy akkor Erdély, és akkor elmorzsolunk egy könycsepet, ha meglátjuk a Székely kaput. És ezt egy picit így megpróbáltam így ellen dolgozni és elmondani, hogy azért Erdély nem pont ilyen, és próbáltam elmondani, hogy milyen az én Erdélye, meg hogy mindenki másnak más az Erdélye, de mondjuk erről született egy remek kiadvány egyébként, ha jól tudom, akkor itt van belőle egy pár, az Erdély 2.0. De most már ez így nagyjából helyre rázódott, tehát most már így elfogadták, hogy igen, mindig az a kérdés, hogy akkor én most Erdélyben élek, vagy Budapesten, és akkor egy idő után azt mondtam, hogy útközben, mert ott a legjobb, és akkor ezt így elfogadták. Úgyhogy most így valahogy így azt gondolom, hogy így helyére rázódott ez, hogy valaki Erdély, ez nem feltétlenül ilyen furcsaság, hanem van. Megkérdezheted, mondtad, hogy nem a te Erdélyed. Mit jelent a te Erdélyed neked az Erdély? Nekem egy nagyon személyes viszonyom van Erdélyhez, mint gondolom mindenkinek egyébként a szülőföldjéhez. Tehát, hogy az mindenkinek egy más személyes érzés. Egyszer valaki megkérdezte tőlem, hogy miért mindig Erdélyről írok, vagy ez miért van mindig benne a könyveimben, és eddig nem is, azért mindig, mondjuk eddig hármat írtam, tehát ezért mindig, az nem olyan sok. De mondjuk mind a háromban. És akkor nagyjából így nem is gondoltam végig, hogy tényleg is így, és valószínűleg mindig arra visszakezem, vagy az agyam, tehát hogy ez annyira meghatároz engem, még hogyha nem is feltétlenül tudatosan gondolom végig, hogy ez igenis megjelenik a
a munkáimban. Én Erdélyben egyébként legjobban azt mondom, hogy azt szeretem, hogy engem mindig meglep, és hogy van egy ilyen bizonyos abszurditása, ami engem nagyon legyőző és szórakoztat. Tehát szerintem olyan dolgok csak Erdélyben történhetnek meg az emberrel, amilyenek ott megtörténnek az emberrel. Nekem szakmailag annyit jelentett, hogy mi már tizedikbe deriváltunk, és amikor kikerültem ide, akkor én már tudtam deriválni. De aztán az egyetemen... Ez egy nagy előny volt akkoriban, nem? A középiskolában nem kellett semmit tanulni, 60-ban fejeztem be, nem kellett semmit tanulni a matematikából. Aztán az egyetemen azért a nagyon-nagyon okos budapesti srácokkal találkoztam, úgyhogy ott vissza kellett legyek. Nem ért semmilyen se pozitív, se negatív diszkrimináció abból, hogy román vagy nem vagy román, tehát hál' Istennek ilyen nem volt. Mert bekerültem az egyetemre, ott már 60-ból kerültem be egy középiskolába, úgyhogy ilyen nem volt, a munkám során se volt. Ami ugye az utóbbi időben azért megfogalmazódott bennem, hogy egyrészt nagyon jó ez, azért vagyunk a világban, hogy valahogy otthon legyünk benne. Ezt már úgy látom, mintha néhányan kezdenék kivigyelni tőlem, tehát mikor nekünk húsvét van, akkor az a cégben is tudják, meg a barátaink, hogy akkor na mi elindulunk, és arról videó készül, hogy a cigányok tűr hátul és jön velük locsolni. Tehát nagyon jó ez a hovatartozás. Én akiket ismerek itt Budapesten, a 80%-uk az nem budapesti. De én amennyire észrevettem, nyilván a szubjektív tapasztalat, egy vidéki srácnak nem olyan erős a kötődés, a sok kollégám, mit tudom, aki elkerült valamelyik vidéki városban, nem kötődik olyan erősen, mint ahogy én még mindig kötődök, vagy mi még mindig kötődünk Erdélyhez. És az Erdély dolog, ugye ráadásul mi a Partiumban vagyunk, sőt még azért a Partiumnak is az a része Nagy Károly, ami igazából Magyarország. Az csak azért került oda, mert ott ment a Szatmárnémetitől Váradra vasútvonal, és ugye az kellett a románoknak. Tehát az Erdélyt sose tudtam jól megfogalmazni, mit jelent ez. És akkor itt hadd reflektálják rád, meg Csabát, hogy emeljen már ki, aki egyre budai, hogy nem pesti, budai. Fontos különbség. Csaba Hamu és Gyémántnak a tulajdonos, és ő adott egyszer a kezembe egy kiadványt, abból elhoztunk 10 darabot itt van kint, a Cool Erdély, az Erdély 2.0. Ezt nem tudtam megfogalmazni, és Csaba fogalmazta meg először nekem is, hogy unjuk már, én erdélyként tudom azt, hogy a Parasztbácsi, meg a Pálinka, meg a nem erről szól Erdély. Ma meg végképp nem erről szól, de még gyerekkorunkban se erről szólt Erdély. És ebbe a kiadványba, 70-valahány oldalon összefoglalták Csabáék, hogy milyen cool dolgok vannak Erdélyben. Úgyhogy itt van kint, vigyétek el nyugodtan, akinek meg nem jut, az meg ilyen Csabához aztán megkap még egy ilyen kiadványt. Ez egy izgalmas dolog, hogy egy budai foglalt össze az Erdély 2.0-ba az erdélyi dolgokat, de csak gratulálni tudunk hozzá, úgyhogy bízunk benne, hogy sok dolgot tudunk felfedezni. Péter, lenne hozzád egy kérdésem. Azt nyilatkoztad egy adott pillanatban, hogy az az álmod, hogy Magyarország informatikai biztonsági nagyhatalom legyen. Ezt hogyan? De IT Security-ba dolgozok. És mi szeretnénk mindig, ugye ez elhangzik a politika részéről, hogy mi informatikában, szoftverfejlesztésben milyen nagyok leszünk, ez nem igaz. Azért nem igaz, mert az indiaiak jóval többen vannak, és negyed annyira dolgoznak, mint mi, és még okosak is. De vannak olyan szegmensei az informatikának, mint például az informatikai biztonság, amiben mi magyarok nagyon jók vagyunk. Magyarországon született meg a vírusvédelem, a legjobb etikus hacker oktató az szintén egy magyarországi gyerek, a hacker életmű díjat, Oscar díjat, azt is egy magyar srác kapta, akinek csak a becenevét tudjuk egyébként, és számos ilyen sztorink van. És politikailag meg olyan picikék vagyunk, hogy minket odaenged mindenki. Odaenged a kínai, odaenged az izraeli, odaenged az amerikai. Még fordítva ez nem igaz. Úgyhogy vannak sikereink külföldön, nagyon jó magyar IT security cégek vannak, sajnos nem mindegyik az enyém itt Budapesten, de nagyon jók vannak, a többiek is. Itt van a legnagyobb ilyen IT security konferencia Budapesten, szóval ebben jók vagyunk, és én ezen dolgozok, hogy ebből ki tudnánk tűnni, a saját kis agyunkat fogjuk eladni, mert nem fogunk kőolajat eladni, meg földgáz sem, de a saját agyunkat azt tényleg el tudjuk adni, és hál' Istennek aranyárba lehet ezeket a szakembereket eladni, és most a hype is arra megy. Hát az, mikor összeül a Putin meg Obama, akkor IT security-ről beszélgetnek, mióta Snowden a világra került, vagy az ő előterükbe került, tehát ezzel mindenkinek foglalkoznia kell most.
Egy ilyen civilben azon dolgozok, hogy hát ebből Magyarország egyszer egy nagy success story-t csinál. Így legyen. Zsolda, mondtad már, hogy van már 3 regényed, ami Erdélyről szól. Ez így van. Hogyan tovább? Mi lesz a negyedik? Lesz negyedik? A negyedik, ebből a 3-ból egyet nem egyedül írtam, hanem Meskó Zsoltál. A másodikat, a szerelemféltőket, ezt mindig elmondom, hogy nehogy a Zsolt azt érezze, hogy kiszorítom, hogy lenyúlom az ő részét. A harmadik, a legutóbbi egy történelmi regény, ami a török kori Magyarországon 3 része szakadt ország korában játszódik, Erdélyben és Magyarországon, meg egy kicsit Brüsszelben, meg össze-vissza a vége fele. És ennek írom a folytatását, mert ez egy trilógiának az első része, és még lesz 2 része. Ennek az a címe, hogy Erdély menyegző, a következőnek az a címe, hogy a Nádor asszonyai, ez Eszterházi Miklós Nádorról és az ő asszonyairól szól. És a harmadik meg a Szoknyás fejedelem, aki az pedig Brandenburgi Katalinról, aki egyetlen nőként, ő volt az egyetlen Erdély történetében, aki saját jogon ült Erdély fejedelmi trónján. Nem egészen egy évig ugyan, de mégiscsak. És most kellene írnom a folytatását, ugye, a második részt, ami lehet, hogy a harmadik rész lesz, még azon gondolkodom, hogy melyiket írom meg először, a másodikat vagy a harmadikat. Nekem ez a kora újkori történelem egy olyan egészen váratlan, nagy, meglepő új szerelem az életemben, amikor megírtam a második regényt. Az első ilyen hihetetlenül sikeres volt, a másik nem olyan nagyon, de még mindig volt benne annyi, hogy így kaptam egy lehetőséget, hogy írhatok egy harmadik könyvet. És akkor azt gondoltam, hogy na most akkor végre leülök és kitalálom, hogy tényleg mit szeretnék írni. És akkor jutottam arra, hogy történelmi regényt, mert leginkább azt szeretek olvasni, és akkor mi lenne, ha írnék egy olyat, amit én is szeretnék olvasni. Így találtam rá Bátori Annára, akiről már sokan írtak, Móricz Makkai, és elkezdtem nyomozni, hogy vajon abból mi igaz, ami ezekből a regényekből. És az derült ki, hogy azért ennek a nagy része fikció, úgyhogy ha fikció, akkor az meg átírható. És még ráadásul, amióta Móricz kutatta, azóta a történészek még kutatták, és kiderült egy-két olyan adat, amit ő még nem tudott, de én már igen. És nekem egy ilyen egészen más kép rajzolódott ki. És teljesen beleszerettem ebbe a kora újkorba, az öltözékekbe, az ékszerekbe. Ez egy ilyen nagyon izgalmas kor, mert elképesztően érdekes a ritmusa, mert hónapokig nem történik semmi, aztán egy levél fordít az egész ország történetén, és hadseregek állnak át egyik oldalról másikra a 2 pillanat alatt. Úgyhogy ebbe így egészen belezúgtam, és most azt gondolom, hogy még maradok ott egy kicsit, még 2 könyv erejéig, még ott kicsit kóborolok a várak között. Hát sok sikert kívánunk, azért ez nem egy kis feladat. Olyan érdekes, mind a kettő volt önmagában egy óriási feladat, meg egy életnek a művét felírni, és egy egész nemzetnek a művét átfogni, és egy Magyarországot egy nagy hatalomát tenni, egy IT security nagy hatalomát, mind a kettő embert próbáló feladat. Most az lenne az én kérdésem, hogy mit tanácsoltok az itt levő résztvevőknek, mire figyeljenek így az életük során? Tehát mi az a pár gondolat, ami azt gondoltuk, hogy ez egy érdemes odafigyelni, mert erőt adhat. Jó, hogyha elővesszük a nehéz napokban és eső napokban. 2 tapasztalt ember, másfajta tapasztalattal. Én nem vagyok olyan bátor, hogy tanácsokat adjak. Főleg, hogy így nem is nagyon ismer. Nem. Én nem tanácsodom. Oké, persze. Én se, de én adok. A komfortzónából való kilépés egyik szabálya, ugye, hogy rugalmasan kell hozzáállni. Van egy gondolatom, azt megosztan emberek. Itt már biztos mindenki áll sorba kenyérért, téged kivéve, mert te fiatal vagy. Tehát biztos mindenki állt már sorba kenyérért, és biztos olyan is volt, hogy nem jutott. Én emlékszem, mikor gyerekként elsüstöm magam, reggel 7-kor álltunk, és nem jutott kenyér. És most meg itt ülünk a világ egyik legszebb éttermében, most túlzás nélkül, és hozzák a kaját. Nem az, hogy sorba állunk, hanem itt vannak emberek, akik kihozzák nekünk a kaját. Tehát hogy ez szerintem egy csodálatos dolog, hogy olyan életet élünk meg, hogy elindultunk, megtapasztaltuk azt a részét, és nem éheztünk azért, mert nem lőttek minket, hál' Istennek, de úgy megtapasztaltuk a hozzánk képest az alját, és eljutottunk ide. Ez egy marha jó dolog, úgyhogy ha bármi probléma van, akkor ez jusson eszetekbe. Én szeretném megköszönni, hogy itt voltatok, az értékes gondolatokat, és amielőtt elbúcsúznánk, szeretném megkérni Klárát, hogy átadjon nektek egy jól megérdemelt díjat, amit a Pap József felajánlása Jóvoltából tudunk nektek átadni. Thank you.